Köszöntöm nézőinket, Önök a Kaposmenti magazint látják, tartsanak velünk! Komoly károkat okozott a Dombóvárhoz tartozó Gunarasban az elmúlt napok esőzése. Bibliai történetek a színpadon, rock oratórium az Ó és Új Szövetségből. Az év legaktívabb 24 órája Dombóvár is csatlakozott a kihívás napjához. Az egészséges és hosszú élet titka szívsebész professzor tartott előadást. Komoly károkat okozott a Dombóvárhoz tartozó Gunarasban az elmúlt napok esőzése. A területet háromszor mosta el a víz egyetlen hét alatt. A város polgármestere és a térség országgyűlési képviselői azt mondják, a hasonló esetek elkerülése miatt minél előbbi beavatkozásra van szükség. Vastagon áll a sára az egyik lakóingatlan előtt, amit kisján elöntött a víz Gunarasban. A rendkívül sok csapadék ezt a területet sem kímélte. Dombóvár polgármestere azt mondja, két éve kezdtek el foglalkozni a problémával, akkor az árkokat rendbe tették. A mostani eset viszont megmutatta, hogy további intézkedésekre van szükség. Az elmúlt egy hétben Dombóvár Gunarast háromszor öntött el a víz. Tegnap sajnos reggeli órákban és a délutáni órákban is. Két éve ezelőtt, amikor először felütötte a fejét ez a probléma, hogy szembesültem vele, akkor azt gondoltam, hogy tudunk egy viszonylag jó megoldást találni, és nyilván mérnökökkel bejárva, viszonylag támogatásból, szerény összegből próbáltuk rendbe rakni a csapadékvíz elvezető rendszerünket. Sajnos mára ez az anomália már eszkalálódott, hiszen az út túloldalán lévő több mint 1000 hektáros szántó területnek az összes csapadékvize Gunarasba érkezik meg. Ezért azt gondoltuk, hogy eljött annak az ideje, hogy 24 órán belül egy gyors bejárás mentén megye és a országos képviselőket képviselő úrral együtt tartunk egy nagyon gyors helyzetértékelést, nyilván bevonva a katasztrófavédelmet is, és mi abbra elkészítetjük azokat a terveket, amelynek mentén remélem, hogy még az ősz folyamán véglegesíteni tudjuk azt az állapotot, hogy ez soha többet ne fordulhasson elő, és minél távolabb tudjuk tartani a csapadékvizet Gunarasi város résztől, hiszen ez nem megengedhető egy város életében, hogy hetente kétszer, elmúlt héten egyszer iszapot kelljen pakolni az ide üdülőni vágyó, vagy mindennapokat itt töltő embereknek. Remélem, hogy minden kormányzati támogatást ehhez meg fogunk kapni. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján május és június a két legrizikósabb hónap Gunaras környékén a villámárvizek tekintetében. Remélem, hogy az idő engedi, hogy jövő hét folyamán ezeket az átereszeket ki tudjuk takarítani az árokból, a sarat el tudjuk hordani. Reméljük azt, hogy ekkora mértékben nem fog esni a csapadék. Nyilván az elmúlt évek tapasztalatapján mindig azt láttuk, hogy május vége, június közepéig fordultak elő ezek a nagyon nagy léptékű esőzések. Július-augusztusban szárazság szokott lenni, és én nagyon bizakodom, hogy össze ezt a problémát meg tudjuk végleg oldani. Megítélésem szerint ezt egy szerényebb összegből is el lehet végezni. Ez a szerényebb összeg ma azt gondolom 50-100 milliós nagyságrend. Nyilván Viszmajor támogatást be fogjuk adni, abból tudjuk rendezni a jelenlegi kárainkat, de azt gondolom, hogy ez senki számára ne legyen megnyugtató, nekünk arra kell törekednünk, és arra kell megoldást találnunk, hogy egy végleges állapotot az ősz végére elő tudjunk állítani Gunarasban. A helyiek szerint a nyaralóvezetben kiömlött víz nagy része a közeli szántókról érkezett. Meg vagyunk győződve róla, hogyha most falászos lett volna, az lassította volna az egészet. Hát sajnos most ebben az évben éppen kukorica van vetve, amely a vetési korához képest szépen növekedett, de pont arra alkalmatlan volt, hogy lassítsa ennek a víznek a folyását, és nyilván ami nagyon fontos, hogy itt a túloldalon több tulajdonos van, több bejegyzett földhasználó is van. Nyilván ez összegyűlt egy földhasználónak a földjére, ugyan most ő tűnik egyedül érintettnek ebbe az ügyben, de azt gondolom, hogy nem őt kell számon kérni, azt gondolom, hogy a megoldást kell keresnünk. Nyilván a földművelőkkel is közösen gondolkodva kell ezt a végleges megoldást megtalálnunk. Az is elképzelhető, hogy őket is be kell vonni ebbe, és nyilván lehet, hogy anyagi áldozattal is fog járni, hiszen az ő földjeiken kell majd innen a csapadékvizet egy másik árokkal levezetnünk, de az eddig évek azt mutatják, és az eddigi pozitív, jónak minősített együttműködésünk, hogy ez ennek nem szabad gátat, hiszen a közösen kell megoldanunk a problémát, hiszen ők is helyi lakosok, és őket is érint ez a probléma, sőt,
többüknek akár nyaralója is van Gunarasba. A gunarasi eső utáni helyzetet személyesen tekintette meg Potápi Árpád János államtitkár, a térség országgyűlési képviselője. Ő arról beszélt stábunknak, minél előbb egyeztetni kell a közeli termőföld tulajdonosokkal és a vízügy szakembereivel, annak érdekében, hogy hasonló a jövőben ne fordulhasson elő. Én szerintem a gazdáknak is el kell gondolkozni azon, hogy ekkora területeket szabad-e így egy növénykultúrával bevetni. Ráadásul most az is volt a gond, hogy például nem búza vagy árpa volt ott, vagy mondjuk lucerna, hanem kapás növény, tehát kukorica, és az még igazából nem tudja így június elején megfogni ezt a hatalmas mennyiségű vizet. Úgyhogy több minden oka volt ennek a dolognak. Ezeket mind ki kell elemezni, és együttesen kell rá keresni a választ. Jó 60 évvel ezelőtt, amit elkészítettek, átereszek, igazából szűknek bizonyulnak. Ekkora mennyiségű vizet nem tudnak a több száz vagy lehet ezer hektáros területről levezetni. Ott is egyébként el kellene gondolkozni azon, hogy jó-e az, hogy ekkora területeket együtt vagy beszántanak és művelnek, nem törik meg ezt a területet több kisebb területre annak érdekében, hogy a csapadékvizet is meg tudják fogni. És hát sajnos ez ide zúdult le erre a területre. Itt 3-4 házat, üdülőházat közvetlenül is veszélyeztetett. A nagyja elment egyébként a víznek, most nyilván a sár és egyéb más itt maradt, ez gyorsan el lehet takarítani, viszont erre megnyugtató megoldást kell keresni. A cél, hogy a végleges megoldást minél gyorsabban megtalálják, annak érdekében, hogy jövőre hasonló eset már biztosan ne fenyegesse Gunarast. Jónás és Jézus története került egy műbe Dombóváron, ahol egy rokkoratóriumban gyúrták össze az eseményeket. A műből azonban kiderül, hogy mennyi átfedés párhuzam van az ószövetségi és az újszövetségi történések között. A zenészek szólistákkal és gyermekkórussal kiegészülve állították színpadra az oratóriumot. És Jézus, ez a címe annak a műnek, amit nemrég mutattak be Dombóváron. Első hallásra furcsának tűnik a két név, a két történet együtt. Jónás történet, az egy jól ismert ószövetségi történet, és hát Jézus története meg az újszövetségnek a legnagyobb története, és két evangélikus lelkész, Ócsai Zoltán és Mirilius Gábor megírták a saját maguk kis darabját, az Ócsai Zoltán írt egy Jónásról szóló oratóriumot, és Mirilius Gábor pedig egy újszövetségi passiót, Jézus passióját dolgozta fel, és az két külön történet volt, és egy gitártáborban, ugye kollégák, zenésztársak, barátok voltak, jött az ötlet, hogy mi lenne, hogy ezt a kettőt összegyúrnánk. És ez nagyon érdekes teológiai megközelítés, valóban jól érzékelte, hogy a Jézus története és a Jónás története hogyan is ér ez a kettő össze, és megdöbbentően sok helyen, sok ponton találkozik ez a két történet egymással, sok az átfedés. És így született meg tulajdonképpen ennek az oratóriumnak ez az alapötlete, hogy a kettő biblia történetet egymásba ötvözi, illetve egymásba szövi, és ezt dolgoztuk fel itt Dombóváron zenésztársakkal, barátokkal, és kértük meg a Dombóvári Evangélikus Általános Iskolának az énekkarát, a kórusát, hogy a kórus részeket énekeljék ebben az oratóriumban. És nagyon érdekes műfaj zeneileg is, hiszen egy rock zenekart eresztünk össze egy általános iskolai kórussal, és azért ez nem egy szokványos felállás, és nagyon élveztük a munkát a kollégákkal, a zenésztársakkal, és a gyerekeknek is ez egy óriási élmény, hogy egy rock zenekarral énekelhetnek. Kicsit mondhatnánk, hogy műfajidegen stílusban nem megszokott egy általános iskolai kórustól, hogy rock oratóriumban énekel. Légy a fény, légy köztük harmad, légy a sóhó, te légy az áldott, proféta szó. Hirdem, hogy vége a bűnnek, hirdem, hogy elég volt már, semmi pont szavakból álló tenger, ne várja, hogy nyár, hirdalmas már.
Az oratóriumnak az a lényege, hogy a zenével mondjuk el a történetet, tehát színpadi cselekvés, színpadi akció nincsen, hanem odaállnak a szólisták a mikrofonhoz, és zenében, dalban, énekben, énekszövegben mondják el a történetet, és a kórus ezt színesíti. De azt kell mondanom, hogy a kórus az szenzációs. Itt igazából a zenésztársakkal azon gondolkodtunk, hogy növünk fel a feladathoz, hogy alájuk tudjuk tenni azt a zenei alapot, amit ők megérdemelnek, mert szenzációsan szólnak, és hát remélem, hogy igyekeztünk, és hogy jó lett a végeredmény, de ezt majd a nézők eldöntik, hogy hogyan szól. Mi fantasztikusan élveztük az előadásra való készülés hosszú-hosszú hónapjait, és nagyon érdekes volt a gyerekekkel együtt készülni, még együtt dolgozni, meg látni azt, hogy ők ezt mennyire élvezik. És talán ez a legfontosabb, hogy olyasmit csináltunk, amiben öröm van, ami szívből jön, ami nem egy ilyen kényszeretet, hogy akkor ezt meg kell csinálni. Nem kell, ez egy ötlet volt, amit kibontottunk, és itt Dombóváron megvalósítottunk, és nagyon örülünk, hogy ezt most itt színpadra tudtuk állítani Dombóváron. Először úgy gondolták, hogy egyszer mutatják be az oratóriumot, azonban az élet másképp hozta. Akkor az érdeklődés, hála Istennek, hogy rájöttünk, hogy ez így nem lesz elég, úgyhogy az előző percekben beszéltem itt a Dombóváron a Bűvődőségháznak az igazgatójával, hogy valószínűleg itt újrázás lesz, majd ősszel keresünk időpontot, vagy időpontokat, és többször is elő fogjuk adni. Van egy meghívásunk is, Bonyhádon fogjuk előadni a Pedagógusok Nyári Akadémiáján, az evangélikus oktatásban dolgozó kollégák számára, úgyhogy lesz már egy vendégszereplésünk is, és hát remélem, hogy Dombóváron is, meg az ország a többi helyén is azért megfordul még ezzel a produkcióval. Több mint 7000 résztvevő vett részt a kihívás napján tartott eseményeken Dombóváron. Az országos program alkalmából voltak, akik az egész napjukat átmozogták. A kicsik és a nagyok, a profik és az amatőrök is egyaránt kivették a részüket a kihívás napjából Dombóváron. Az eseményen az oktatási és nevelési, a sport és a civil szervezetek mellett az önkormányzat is bátran állt a megmérettetés elé. És reggel nagy örömömre szolgált, hogy a Városházának a munkatársait komoly reggeli tornába részesíthettem, megismertettem velük ismét a mozgás örömét. A sportágak közül a dombóvári karate sulisok sem vették félváról a kihívást, már egészen éjféltől megkezdték az edzéseket. 100%-ba csatlakoztunk, ami azt jelenti, hogy olyan vállalásunk van, hogy éjfél óta itt vagyunk, 15-en kezdtük. Nyilván voltak olyanok, akik munkahelyi elfoglaltság vagy az iskolai elfoglaltság miatt reggel 6-7 óra körül elmentek, de volt közülük is olyan, aki már időközben visszajött, de 9-en még vagyunk a kezdő 15 főből, akik éjfél óta itt vagyunk és mozgunk. Ugye a kihívás napja a mozgásról szól, mi ezzel akarunk egyfajta példát mutatni az egyesületünkbe járók számára, vagy a dombováriak számára, vagy akár a Pannon televíziót nézők számára. A délután folyamán a kerékpáros sportok kedvelői sem maradtak program nélkül. A Dombóváros önkormányzata elkötelezett az összes városban működő sportág iránt, így a kerékpár sportokat is támogatja. Mai kihívás napján itt a Pumpa pályán tartanak helyi fiatalok egy színvonalas BMX bemutatót. Az érdeklődők különböző trükköket is megnézhettek a bemutató során.
a kihívás napjához ezzel a kis bemutatóval csatlakozunk, ami egy freestyle BMX bemutató. Ennek a lényege úgymond az, hogy nem edzésre járunk le, hanem mi szabadon csináljuk ugye ezeket az edzéseket. A mögöttem látható pálya, ez egy pump track nevezetű pálya, aminek az a lényeg, hogy körbe kell menni tekerés nélkül, ugye a hullámokat kihasználva minél gyorsabban, illetve itt ezen a pályán egy-két ilyen kisebb ugrató is megtalálható. A közös bemelegítést a Város Díszpolgára címet nemrégiben átvevő Miszlai József nyugalmazott testnevelő tanár tartotta a Szuhaj Sportcentrumban. Minden sportágnak a képviselői itt lesznek, és rám az a becses feladat hárult, hogy a bemelegítő gimnasztikát a régi szaknyelven próbálja megtartani úgy, ahogy annak idején az iskolában szaknyelven 46 évig tanítottam a gyerekeknek. Az éjszakai kezdéstől a sportolók egészen a kihívás végéig este 9 óráig mozgásban maradtak, hogy ezáltal is nagyobb figyelmet biztosítsanak a mozgásnak és annak fontosságának. Az egészséges és hosszú élettitkáról tartott előadást professzor dr. Papp Lajos a Dombóvári Művelődési Házban. A szívsebés szerint 3 pillérre van szükségünk, test, lélek, szellem. Ezek fontosságáról beszélt a szakember. Test, lélek, szellem harmóniájának megőrzése. Ezzel a címmel tartott előadást az ismert és elismert, korábban Pécsett is tevékenykedő Széchenyi díjas szívsebész. Professzor dr. Papp Lajos nem véletlenül választotta ezt a címet. A címnek tartalmazni kell az előadás lényegét. Az emberi létezésben egyetlen egy élő lény rendelkezik lélekkel. Növénynek, állatnak, ki hogy hiszi, van teste, sőt szelleme is, de lelke csak az embernek van. A betegségek a test, lélek, szellem harmóniájának a megbomlása. Az emberek csodákba hisznek, csoda műtyürkékbe, csoda gyógyszerekbe, csoda eljárásokba, de a legnagyobb csodában önmagukban nem hisznek. A csoda az ember. Szoktam volt mondani, hogy nincs olyan betegség, amiből nem lehet meggyógyulni, de mind a három láb szükséges. Három láb, test, lélek, szellem biztosan tartja a széket. Egy láb, ha eltörik, fölbillen a szék. Ha két láb törik, akkor óriási esés a következménye. Tehát ma én jöttem azért, hogy elmondjam, hogy higgyenek a csodákba, ami bennük van, önmagukban van. A betegségekről is szót ejtett előadásában a professzor. 22 ezer vegyszerrel mérgezzük magunkat a magyaruházak polcain vásárolt élelemmel. Már Hippokrátész megmondta, hogy a hosszú élet titka tiszta levegő, tiszta víz, tiszta táplálék, tiszta lelkiismeret és sok mozgás. Van egy népcsoport a Himalája lejtőjén, a hunzik, vagy hunzák. Ők átlagosan 105-110 évig élnek. Gletszervizet fogyasztanak. A gletszervíz az, ahogy csorog lefelé a hólé, kioldódnak az ásványi anyagok, tehát magas az ásványi anyag tartalma. 5 hónapon keresztül friss kajszibarasz húsát és magját eszik, a másik 7 hónapban a napon aszalt gyümölcsöt, és mindig annyi magot, ahány gyümölcsöt elfogyasztanak. Ezt 1922-től nagyjából tudjuk. De a harmadikat, ami a legfontosabb, elfelejtjük. Mi volt a Hippokráteszi 5. pont? Mozgás. Tehát ezek az emberek még 100 évesen is, 105 évesen is napi 8 órát mozognak. Van egy betegem, aki 2 műbillentyűvel, 3 koszorúérrel és pacemakerrel operáltam 24 évvel ezelőtt. Betöltötte a 100 évet, ő naponta 5 órát gyalogol. Előadásában tehát a test, a lélek és a szellem harmóniájában a legfontosabb dolgokra hívta fel a figyelmet a szívsebész. Tiszta vizet
nem nagyon tudunk inni. Tiszta levegőt itt lehet szívni. Kicsit ki kell menni a határba. Tiszta élelmet szinte lehetetlen, ha csak nem a saját kis kertjébe, a nevelt palántája, meg a kis kapirgáló csirke, tojása, húsa. Tehát van megoldás, csak az munkás. Tehát az emberek leszoktak arról, hogy dolgozzanak otthon. Leülnek a televízió elé, és butítják magukat. A televízió passzív tudást feltételez, a gyerekeket tönkretesszük, de önmagunkat is. Mozogni, mozogni, mozogni. 60 év alatt el fog hangzani 2 óra minimum gyaloglás, 70 éveseknek 3, 80 éveseknek 4, mert minél hosszabb időt kapunk a jó Istentől, annál fontosabb karba tartani. Tehát tiszta étel, tiszta víz, tiszta levegő, tiszta lelkiismeret, sok mozgás. Az egészséges és hosszú élethez szükséges intelmek mellett a közönség megismerkedhetett a professzor életútjával is, hogy hogyan is kezdődött a mára már díjazott szívsebész karrierje. 70 éve innét Dombóvártól pár kilométerre éltünk. Minket annak idején a faluból finomansz kitelepítettek. Édesapám fiatal ember volt, se bűne, se igazán vagyona nem volt. Én itt kezdtem el iskolába járni, az Alsó Leperdi iskolába. Alsó Leperden édesapa fizikai munkát végzett, majd irodai munkát. Ezt azért mondtam el, mert egy kicsit mindig hazajövök Kaposvár és Budapest között, mert hogy Kaposváron egyetemi tanárként oktattam, de Dombóvárt mindig útba ejtettem, és útba ejtettem a kastélyt is, annak egy cserétszobájába tanultunk. Az én bátyám az akadémia legfiatalabb tagja volt, már meghalt az öcsém, sebész, traumatológus, ortopéd, főorvosként ment nyugdíjba, 6 évvel fiatalabb. És itt tulajdonképpen be is fejezném az önéletrajzot, de sajnos nem tehetem, mert annak idején 1964-65-ben biológiából országos tanulmányi verseny helyezettjeként nem kellett felvételiznem az orvosegyetemre, és ekkor még csak 3. éves voltam, de úgy gondoltam, hogy megtehetem azt, hogy oroszból nem mentem kifelelni 4. Ezt méltányolták, 66-ot írunk, és Magyarország összes egyeteméről kitiltottak. Önök a Kaposmenti magazinunkat látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!